Utoljára szeptember 28-án tudott győzni az NB1-ben a Zalaegerszeg és a Kaposvár, a két csapatnak tehát már több mint két hónapja tart a nyeretlenségi szériája. Ezen kellene most változtatni. A Zalaegerszeg az utóbbi hét meccséből hárman szenvedett vereséget, négyszer pedig döntetlenezett. Egy változás van a Debrecen elleni kezdőcsapathoz képest, ezúttal Devecseri helyén Lesják fog szerepelni. A Kaposvár annyival rosszabb helyzetben van, mint a Zalaegerszeg, hogy a legutóbbi hét meccsén egyaránt kikapott, így aztán elég mély gödörben vannak Disztl Lászlóék. A Ferencváros ellen viszont nem játszott rosszul a Kaposvár, így nem meglepő, hogy csak egyetlen egy változás van a kezdőben. Wachtler azon a mérkőzésen megszerezte az ötödik sárgalapját, így eltiltás miatt hiányozni fog. Szakály Attila került be a helyére, a két csapat pedig egymás ellen menekülhet a kiesés elől. Ikoba kap egy jó indítást, Ikoba helyzetben nem volt les, és rögtön megszerzi a Zalaegerszeg a vezetést az első percben. Hát a Kaposvár belealszik a mérkőzésbe. Sokan még szinte el sem foglalták a helyüket a stadionban. Itt van egy kis könnyelműség a kaposváriaktól. Bobál visszapasszolta a labdát, és ott bizony Nagy János beragad. Ikobá megkapja a labdát, és hiába ér bele Pogacsics hárítani. Nem tud. Ikobá ugye a Magyar Kupában is eredményes volt a Szarvas ellen, és most is betalál. Ádám, ú, de nagy védés Demjéntől. Ádám Martin a Kaposvár leggólerősebb játékosa, és most is majdnem betalált. Szépen védett Demi. 38. perc, Stieber. Ott van a nagy helyzet és a gól is. Lesják talál be, akinek ez már a második gólja a szezonban. Itt van az eset, lehet, hogy Bolláról ment ki, lehet, hogy Csikiről. A szöglet aztán utána remek, Lesják pedig bevarja a léc alá. Nagy János. Bobá Dávid kirúgja. Radó, Stieber teljesen üres a másik oldalon. Vagyis Bobál Gergely. Bobál Gergely meg is kapja a labdát, laposan elrúgja a kapu előtt. Lövő helyzet, Demjén. Picit azért itt a végén megtornáztatja a Kaposvár, hogy annyira ne gémberedjen el a hidegben. Demjén Patrik.